filmrajongók, filmalkotók, figyelem, idén is megrendezik a Bújtor István Filmfesztivált, amire május 15-ig várják a nevezett alkotásokat. Hogy milyen műfajú filmek nevezhetnek, és hogy mik lesznek a zsűri szempontjai, erről kérdezzük Luther Imrét, a fesztivál igazgatóját. Szia! Jó estét, szervusz! Jó estét, sziasztok, köszöntöm a nézőket! Valóban 13. alkalommal rendezzük meg a filmfesztivált, és mindig bővülnek azok a fajta kategóriák, amik a filmes formanyelvet erősítik, mert hogy ugye ma a Magyar Filmnapja és közeledi Bújtor István születésnapja is, aki most lenne 80 éves idén, május 5-én egészen pontosan, és amikor ő meghalt, nagyon hirtelen, ugye ez 2009 volt, akkor rögtön utána a Latinovics Emlékmű Alapítvány eldöntötte, hogy megrendezi a Bújtor István Filmfesztivált, és ennek egy része persze az emlékezés Bújtor István életművére, többek között Ötvös Csöpi filmekre, másrészt viszont az a fajta versenyprogram, ami a magyar filmgyártásnak próbál meg, mindig az elmúlt egy-másfél évből kiemelve egy piedesztát állítani, és itt a seregszemlén játékfilmekkel, dokumentumfilmekkel, fikciós kísérleti alkotásokkal, ismeretterjesztő filmekkel, animációs alkotásokkal és versfilmekkel lehet jelentkezni. Elég széles a paletta, és ami nagyon fontos, hogy Bújtor nyomán nyilván a tematika, a humor, a szórakozás, a vidámság, könnyedség, emellett a rejtély, titokzatosság, az emberi sorsforduló és persze a dramatikus fordulatok körül mozog. Én azt gondolom, hogy elég jól meghatározható és nagy tág lehetőséget biztosít arra, hogy akár producerirodák, filmgyártók vagy éppen első filmesek is jelentkezzenek és jöjjenek a filmfesztiválra. Hát itt nem tudom, kérdezzünk valamit, mert Imrét kapcsoljuk és ő elmondja konkrétan még a filmek történetét is. Igen, tessék. Hát hogy profi és amatőrök is nevezhetnek. Mert mit jelent az, hogy amatőr kiszámít amatőrnek, ki profinak? Igazából nincs nagy különbség a profi és az amatőr között. Pont ebben a képzőművészet, meg a filmművészet az, ami nagyon-nagyon pontosan mutatja azt, hogy bárki, akiben tehetség rejlik, affinitás rejlik, és érzi azt a fajta formanyelvet, amit ő meg tud teremteni, és van benne kreativitás, ott nem lehet igazából az első filmeseket sem amatőrnek tekinteni, hiszen hány olyan esetet láttunk már, hogy akár Cannes-ban, vagy akár Hollywoodban begyalogolt valaki a legfőbb díjakig, akár Oscar-díjig az első filmjével. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki jó filmet készít, annak van üzenete, van tartalma, és nem pusztán játszik a dolgokkal, akkor azt gondolom, hogy helye van a Bújtor István Filmfesztiválon. Itt a versenyprogramot egy előzsűri válogatja ki, és gyakorlatilag ebben tényleg ott vannak a nagyon nagy nevű rendezők is, és már most az 32. filmnél tartunk, pont megnéztem, mielőtt ide jöttem a nevezések között, és azért én abban bízom, hogy az elmúlt másfél év túl azon, hogy már vége a pandémiának, volt arra lehetőség, hogy sok minden befejezzenek az alkotók, és ebben az esetben tényleg nagyon-nagyon fontos beszélgetésekkel, közönség találkozókkal, vörös szőnyeg mellett természetesen, és olyan fajta egy hollywoodi attrakcióval készülünk majd, ami a filmesek számára fontos lehet, hiszen lesz egy szakmai workshop, és itt egy hollywoodi magyar filmes csapat hozza el Los Angelesből, a film fővárosából azt a fajta magyar fejlesztési applikációt, amely egyébként a filmek elkészítésére és az utómunkáira is mutat be trükköket, lehetséges applikációs megoldásokat, egy csomó minden várja őket majd, ami egyébként máskor nem feltétlen lenne. Ettől lett azt gondolom, hogy a régió egyik legnagyobb seregszemléje ez, és azt gondolom, hogy vidámság mellett a közönség találkozók megadják azt a hangulatot, amely a Balaton partján majd augusztus közepén lesz érdemes, de most még május 15 a határidő, tehát addig kell, hogy jelentkezzenek majd a filmesek. És ha már beszéltél a zsűriről, milyen szempontok alapján lesznek majd a díjak kiosztva? Alapvetően megpróbáltuk objektív rendszert felállítani, amikor mindig nehéz, mert az ember elsősorban ugye hatást gyakorol valamilyen film, az érzelmi és értelmi, hogy gondolati hatást tud kiváltani, de alapvetően azt lehet mondani, hogy minden kategóriában lesz a Bújtor István díj, amit ki fogunk osztani, de emellett például díjazunk majd a színészeket, az operatőri, a rendezői munkát, a látványt, a vizuális effekteket, az utómunkát, tehát nagyon sok mindent. Ami az alapvető szempont, hogy lássuk, hogy a filmnek milyen a dramaturgiája, milyen a felépítése, milyen a rendezése, hogyan képzelték el, ezt mennyire tudták megvalósítani, mennyire hitelesek a szereplők. Ezeknek az összessége adja majd ki azt, hogy egyébként egy film milyen értékelés fog kapni a zsűritől. Az előzsűri után a zsűri természetesen összeül, és ezeket a pontszámok mellett megbeszél, és megpróbálja meghozni a helyes döntést. Szerinted egyébként mi az, ami a legjellegzetesebb vonása a magyar filmeknek? Miben erős a magyar filmgyártás? Egyrészt a humorban. Tehát azt mondom, hogy Bújtor Istvánkon nagyon nem megyünk messze a humortól, de hát Rejtő Jenő például egy olyan író volt, amely bőr már lehetett építkezni, és a magyar humor az nagyon sajátos tud lenni. És én annak örülök, hogyha ilyen filmeket látunk, amelyek megpróbálják azt a fajta vidámságot, könnyedséget, vagy akár a közép-európai mentalitást megmutatni, mert abban mindig van valami olyan fajta ösztönös dolog, ami máshol egész Európában vagy a világszerte nem nagyon tapasztalható. Miközben az is látható, hogy vannak dolgok, amiben meg soha nem tudtunk igazán élen járni, ilyen például az akciófilmeknek a film képi világa. Ez valahogy mindig jobban sikerül másnak, de nagyon sok minden van, amiben jók vagyunk, és ezeket érdemes ilyenkor előrántani. Felhívnám a figyelmet
figyelmet például a versfilm kategóriájára, ami most már nemzetközileg is beérett, tehát Franciaországban, Angliában, sőt Amerikában is nagyon sok versfilm készül, ami költészeti, elbeszélő költeményekre, balladákra, vagy akár egyébként műköltészeti, népköltészeti alkotásokra is készülhet, és a legkülönbözőbb animációs, gyurmatechnika, image clip, zenei clip, mindenfajta van benne, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy jó kifejező eszköz az ember számára, hogyha belülről akar valamilyen módon építkezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, és a bújtorfilmfesztivál.hu oldalra mindenki látogasson el, ott van a részletes felhívás. Sok sikert majd a szervezéshez. Köszönjük.